Megújult a békaterelő Visegrádon, adja hírül a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóság. Mindárt címmel Jenei Zoltán és Túróczi Gábor gyűjteményéből nyílt kiállítás Duna Bogdányban. Dulla percek címmel indítanak kötetlen beszélgetéseket Esztergomban. Megújult a békaterelő Visegrádon. Idén korán beköszöntött a tavasz, ébredeznek már a kétértőek is az erdőkben. Ha a hőmérséklet tartósan 10 fok felett marad és megérkezik mellé a várva várt csapadék is, hamarosan tömegesen fognak elindulni a szaporodó helyek felé a kétértőek, írják a Dunaipoly Nemzeti Park honlapján. A Visegrádon nagy számban mozgó erdei békek és barna varangyok a víztestektől távolabb telelnek, így vándorútjukat keresztezi a hegyen áthaladó aszfaltút. A nagyszámú gázolások jelentette veszély elhárítása érdekében az igazgatóság Pilis-Budapest környéki tájegységének munkatársai az idei évben is kiépítették a békaterelő fólia rendszert. A berendezés átjárhatatlan akadályt jelent az állatoknak, így annak nyomvonalát követve vonulnak el a patak és a tavak felé, az úttest alatt futó átereszeket használva. A kétértőek védelme kiemelt fontosságú, hiszen ezek a fajok a száraz nyarak következtében sokszor nem tudnak sikeresen szaporodni, ezért állományaik csökkenőben vannak. Magyarországon éppen ezért minden hüllő és kétértő védett. A békaterelő segítségével a gázolások következtében elhullott állatok száma minimalizálható. A korábbi eszközök már erősen elhasználódtak, ezért idén egy jelentős szakaszon új, esztétikus ponyvarendszerrel építették ki a terelőt. Az erősebb, könnyebben telepíthető ponyva segítségével a rendszer még hatékonyabban biztosítja az állatok biztonságos mozgását a két helyszín között, összesen mintegy 600 méter hosszúságban. A jelenlegi rendszer kampús fémkarokhoz rögzített széles, alul visszahajtott ponyvákból áll, melyeket várhatóan a tömeges vonulás végéig hagynak majd felszerelve a helyszínen. Ne várd, hogy a föld meghasadjon és tűz nyelje el Szodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgast, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodálatosabb dolog? Nézd a sötétkék végtelenben, nézd a kis ezüst pontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat pontokat? Nézd, árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, s hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök. Szitáló halk szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Mindárt címmel Jenei Zoltán és Túróczi Gábor gyűjteményéből nyílt kiállítás Duna Bogdányban. A Művelődési Ház galériájában látható tárlat a Mindárt képek az otthonunkból címet kapta. Az alkotásokat Szentendréhez köthető festőművészek képeiből válogatták. A megnyitón beszédet mondott a Dunabogdányban élő Schwarz Rezső képzőművész, aki kiemelte, hogy a szentendrei festészetben új korszakot hozott a kiváló festő és tanár Barcsai Jenő városba költözése, mert több tanítványa is követte ide mesterét, és lett ízig-vérig szentendrei festő. E tanítványok közül külön említést érdemel Balogh László, valamint Deim Pál, akiknek munkái szerepelnek a gyűjteményben. Újdonságot hozott, mégis a szentendreiségben szervesen illeszkedett ehhez a generációhoz a következő nemzedék. A gyűjteményének a bemutatása az egy elég nehéz dolog, hiszen az, hogy az ember mit válogat ki ebből a gyűjteményből, vagy a gyűjtő mit szeretne, ez nem mindig esik egybe, de itt ebben a esetben ez teljesen sikeres volt, és teljesen azonos módon láttuk a képeket és a dolgokat. A nagybányiaknak egy csoportja 1929-ben művésztelepet alapítottak Szentendrén, aminek tagja volt, most nem sorolom föl az összeset, de például Bánovszky Miklós és Ónodi Béla. Na most Bánovszky Miklós és Ónodi Bélától itt a kiállításon már látunk
képeket. Most ezt így megpróbáljuk egy ilyen folyamatként felfogni, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a szentendrei művészet az egy nagyon mély gyökerű és egy valamifajta folytonosságot mutat a modern kori magyar festészet kezdeteivel. Az első olyan kép, ami Szentendrének a karakterét helyezte előtérbe, Istokovics Kálmánnak egy szentendrei látképe, ahol jellegzetes szentendrei tetők, meg hangulat megjelenik, és mellé tettünk egy képet, Lukovicki Endrének egy képét, hogy a 20. században, sőt, hát a 21. században is ez mennyire áthúzódik, átalakul ez a motívum. 70-ben, amikor a szentendrei vártemplom lépcsőjén megjelentek fiatal emberek, és kirakták a képeiket minden engedély nélkül. Ugye, ebből lett később ugye a Vajda Lajos kör, most csak egy pár nevet, köztük volt ugye F. Zámbó, Vahorn, Matyó Falvi Gábor, és mindenképpen Aknai János. Tulajdonképpen Aknai Jánostól három festmény látható, és a Vajda Lajos körön belül ő volt az, aki a leghűségesebb volt a szentendrei hagyományokhoz, és ezen az úton ment végig, és hozta létre életművét, és azért örültem ennek a korai képnek, mert számomra ismeretlen volt az a 70-valahányban festett kép, és utána már egy erős konstruktivista képet állított ki, majd egy harmadik képe az már egy ilyen nagyon-nagyon érett és az eszköztelenségében nagyszerű mű. Hát vannak tudatos gyűjtők, rám ez nem mondható el. Én tényleg ösztönszerűen, tehát hogyha látok valahol egy nekem tetsző, vagy nekem üzenő képet, mert azért fontos, hogy legyen egy kis szellemi üzenete is a kép mögött. Tehát ne csak szép legyen, ne csak jó legyen megcsinálva, ne csak egy jó mestermunka legyen, hanem hordozzon valami üzenetet. És hogyha én erre rájövök, megérzem, hogy mit akart a művész ezzel üzenni, akkor az nekem jó. Ez egy belső indítatás. Én fiatal koromban ugye az ipar oldaláról érkeztem, a technológia oldaláról, viszont a munkahelyem az bent volt Budapest belvárosába. És hát amikor tele van az ember feje, akkor csak kimegy, valahogy ki kell szellőztetni, és voltam abban a jó helyzetben, hogy a képcsarnok vállalatnak két műterme is ott volt hozzánk közel. Ez volt magáról alkotásokról az első találkozásom, és az tényleg jó kikapcsolódás volt, hogy a műcsarnokba az éppen futó alkotóknak a munkáit, tehát most kortárs alkotókról beszélünk, közvetlen lehetett látni. És utána ez fejlődött odáig, hogy itt a Szentendén, ahol lakunk, a szomszédunkban a Dein Palinnak a egyik fia költözött, és ennek megfelelően mi a Palival is, Dein Pállal is egy közvetlen kapcsolatot tudtunk kialakítani, és a műtermébe is bejáratos lettem, és nem csak az ő alkotásai, hanem a hozzá bekerült más alkotóknak az alkotásait, ugye közvetlen közelről láthattam az ő instrukciói mellett. És egyszer csak megszólított, hogy nem akarsz venni. Ugye mindig elmondtam, hogy nekem milyen képek azok, amelyik tetszenek, amelyik lekötnek, és így indult el. Nekem édesapám festőművész volt, tehát már gyerekkoromban közel került hozzám a festészet, képzőművészet. Igaz, hogy vidéken laktunk, de azért bajai származású vagyok, és apám ugye bajai alföldi festészetet képviselte, és rengeteg képét néztük, ahogy fest, és csodáltuk mindig azt a tehetséget, amivel ő megáldott, tanult festőművész volt egyébként, és gyakorlatilag már ott dőlt el azt, hogy ez a képzőművészet, festészet, ez valami volt ott a vérünkben, testvéremmel együtt, és aztán
igaz, hogy az iskolás éveket azt az építőipar tanulmányozásával töltöttem, de a képzőművészet mindig közel állt hozzám, meglátni és megszeretni, tehát olyan képekkel venni körül magunkat, amivel együtt tudunk élni. Persze a gyűjtemény építésénél nyilván az is fontos, hogy lehetőség szerint értéket tartson, vagy emeljen az a gyűjtemény, vagy az adott kép, de a legtöbb esetben azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy a gyűjtő és a kép az olyan viszonyban legyen egymással, ami az egymás mellett élést és a szép érzéket és az élvezetet tudja biztosítani. A tárlaton még Tóth Menyhért, Hajdú László, Losonci Tamás, Nádler István, Matszon Ákos, Elkazovszki, Regős István, valamint Szurcsik József alkotásai is szerepeltek. A legújabb generációt Kusovszki Bea és Jenei Zoltán képviselte. Körülbelül 10-15 évvel ezelőtt kezdtem el saját magam is festeni. Ennek több oka van. Egyrészt kikapcsol, megnyugtat, és alkot az ember, kifesti magával esetleg a konfliktusokat vagy a feszültséget, és ezzel együtt nyilván lehetőséget kap a festészetnek, a festészetének a bemutatására, és jelenleg ez egy kiváló lehetőséget kaptunk a gyűjtemény bemutatására is. Percek címmel indítanak kötetlen beszélgetéseket Esztergomban. Dúla Percek címmel indítanak programot, mely azért jött létre, hogy a kisbabát váró párok és kisgyermeket nevelő családok kötetlen információs beszélgetéseken vehessenek részt Esztergomban. A szervezők célja az, hogy egy helyen minél több dologról értesülhessenek a szülők. Hetente, hétfőnként 16 és 17 óráig lesznek a személyes alkalmak Esztergomban a Kapcsolatok házában. Havonta, a második hétfőn pedig vendégszakértők bevonásával lesznek többek között tájékoztató jellegű, önbizalom erősítő és szórakoztató percek is. Az alkalmak ingyenesek, a szervezők vidám hangulattal, teával, sütivel várják az érdeklődőket. További információt a plakáton olvashatnak.